Ugye az SZDSZ 1990-ben és a rendszerváltozás előtt is közvetlenül ebben a műsorban is többször utaltunk már erre, hogy a legharcosabb antikommunistaként lépett fel, sőt nem csak az elmúlt 40 évvel szemben ígérte azt, hogy nemzeti újrakezdést akarnak, hanem Trianonhoz képest is, az elmúlt 70 esztendőhöz képest is nemzeti újrakezdést hirdettek. Hát aztán ebből nem sok valósult meg, de mi az oka annak, hogy mikor lepleződött le pontosabban, hogy az SZDSZ nem nemzeti újrakezdést akar, hanem leginkább a hatalmat akarja magának? Az SZDSZ több pillanatban, több esemény sorozatban lepleződött le, már egyébként sokak előtt 1989-ben is, de mondjuk a többségi társadalom vagy a liberalizmusban hívők számára igazából már a 90-es évek elejére tehető ez az időszak, amikor is a vállalt antikommunista hangvételhez képest egy teljesen más retorikát és teljesen más politikai cselekvési agendát hirdettek meg és hajtottak végre. Ennek a legeklatánsabb mozzanata a kommunista bűnök számonkérése iránti törekvéseknek való folyamatos keresztbefekvés és szembenállás. Ez nem csak a parlamenti munkán látszott, ez nagyon fontos, ott csúcsosodott ez ki, de sokkal inkább a publicisztikák, az SZDSZ által keltett közéleti hangulat volt az, ami hihetetlen hangolta a társadalom egy részét, vagy a szavazók egy részét abba az irányba, hogy ő ezt az egész úgynevezett számonkérést, vagy bűnökkel való szembenézést, ezt mi is másoljuk el. Ez nem egy lényeges dolog, sőt egy veszélyes dolog, mert kollektív bűnösök bűnkereséséhez vezet, olyan dolgokhoz vezet, ami veszélyes egy demokrácia szempontjából. Ezáltal elérték azt, hogy morálisan lenullázódott ez a kérdés, és mind a justícia törvény tervezet, mind később az Étényi Takács törvény a parlamentben megbukott, az Alkotmánybíróság elkaszálta, Göncz Árpád nem írta alá, ezáltal egy fontos momentum, a 90-es évek kegyelmi pillanata, hogy a 40 év kommunista bűneivel szembe lehet nézni, és a számonkéréseket el lehet kezdeni, ez kudatba fulladt, kútbe esett, senki nem akart itt durva retorziókat, de a bűnösök számonkérését, megnevezését mindenképpen. Ebben közreműködött az SZDSZ. Nem, hogy nem kérték számon a kommunista bűnöket, hanem talán sokak lenyom megdöbbenésére összeálltak a kommunista utódpárttal az MSZP-vel 94-ben koalícióban. Ugye itt a Hon kormány idejére tehető a nemzeti vagyonkiárusítás a felpörög elképesztő mértékben. Azt körülbelül tudjuk, hogy az MSZP korifeusai holdudvara mennyiben részesült ebből az elprivatizált vagyomból. Az SZDSZ fehér folt egy kicsit ebből a szempontból. Ők mennyire jártak jól ezzel a koalícióval? Majd a Tocsik botrányban ők is érintettek voltak. Hát természetesen jól jártak ezzel a koalícióval, de ahhoz azért visszatérnék egy pillanatra, hogy az SZDSZ és a mögötte álló globalista neoliberális körök a rendszerváltást csak akkor fogadták el, vagy fogadták volna el, hogyha az SZDSZ kerül hatalomra. Tehát egy óriási csalódás volt a 90-es választás az SZDSZ számára, hogy nem ők veszik át a kormányzati hatalmat az első szabad választások után, és nagyon világosan és egyértelműen kiderült, hogy így igazából szembe mennek az Antal kormánnyal kezdettől fogva. És azért ezt nagyon fontos hangsúlyozni túl azon, amit a Kud mondott, hogy már ugye a elszámoltatással, a történelmi igazságtétellel is szembe mentek, hogy azt állapították meg nagyon hamar, hogy az Antal kormány számukra sokkal nagyobb ellenfél, majdhogy nem azt mondom, hogy politikai ellenség, mint az MSZP. Miért is? Mert ők rájöttek arra, hogy számukra minden, ami jobboldali, ami konzervatív, az ördögtől való dolog. Tehát az Antal kormányt rögtön elnevezték diktatórikusnak, antiszemitának, rasszistának, és mindenféle jelzőt elmondtak róluk, és arra az álláspontra jutottak, hogy ehhez képest az MSZP, tehát a posztkommunista párt tulajdonképpen egy elfogadható képződmény, mert hiszen ezek a jellemzők